Tisztelt képviselőtársak, kedves vendégek, a augusztus végi testet ülésünket egy polgármesteri beszámolóval fogom elkezdeni. Szeretném elmondani, hogy a legutóbbi testületi ülés óta, ami ugye most már június végén volt, mi minden történt, fontos a fejlemény. Egy rövid beszámoló következik. Elsőként az iskola kezdésről beszélnék, ami itt van előttünk, jövő hétfővel elkezdődik a tanév. Előzetesen a nyárról, már ami a diákokat, a gyerekeket érinti röviden, nagy sikerrel lezajlott az újlakutcai napközistábor programja, a család segítőközpont programja, lezajlott a káptalanfüredi önkormányzati táborban a turnus, a sok-sok turnus, több mint 600 gyerek fordult meg, most éppen egyébként a gyergyószentmiklósiak, testvérvárosunk fiataljai vannak ott, és az önkormányzat által biztosítva teljesen ingyenesen tölthetnek el egy szép hetet a Balaton partján. A nyár folyamán zajlott, ez is még az iskolakezdés előtti téma, a nyári diákmunkaprogramja az önkormányzatnak. Szeretném azt elmondani örömmel és büszkén, hogy a 17. kerület ismét Budapesten a legtöbb nyári diákmunkást foglalkoztatta az összes kerület között. Ugye tavaly, ha emlékeznek, akkor szintúgy ez volt a helyzet. Idén most még több fiatal tudtunk foglalkoztatni, ugye tavaly 145 fiatal fordult meg, most összesen 168 főt tudtunk foglalkoztatni júliusban és augusztusban két turnusban. A 168 fő egyébként kiemelkedően a legtöbb az összes kerület között. Ők általában vagy adminisztratív munkát végeztek a hivatalban, vagy az intézményeknél karbantartási feladatokat láttak el, vagy a parkfenntartásban, közterület rendezésben, takarításban segítették a munkánkat. És azt gondolom, hogy az ő munkájukon túlmenően komoly segítséget tudtunk adni azoknak a családoknak, ahonnan ezek a gyerekek jöttek, hiszen ez egy plusz bevétel, egy plusz jövedelem nyárra, akár a család költségvetésében, akár a fiatalok nyári kikapcsolódásának a finanszírozása kép, tehát ez mindenképpen jól jöhetett a családoknak, meg amúgy is egy kis munkát, munkafegyelmet lehetett így tanulni. Messze a kerület nyerte el a legtöbb állami támogatást, erre közel 13 millió forintot. A gyerekek fizetségük bruttó 76.125 forint volt, már aki a zöldfelületi munkát végezte, az irodában dolgozók pedig bruttó 88.500 forintot kerestek egy hónapnyi munkával. A 16 és 25 közötti korosztálynak szólt ez a program, sikeresen lezajlott. Köszönöm mindenkinek a részvételét, illetve a kollégáknak a koordinációt, a segítséget, a gyerekek munkájának az irányítását. No, és akkor az iskola kezdés. Az őszi iskola kezdésnél elmondhatom, hogy még többen vagyunk, mint tavaly voltunk. Az iskola kezdés a Rákosmentei iskoláiban 5900 fiatalnak jelenti a hívő csengőszót jövő hétfőtől. Tehát ennyi fiatal kezdi meg az állami fenntartású kerületi működtetésű iskolákban, és mellette persze még az egyházi iskolák is jelentős részt képviselnek. Konkrétan az elsősök körében pedig a statisztika úgy fest, hogy 33 első osztály indul, 784 gyermekkel, ebben egyébként benne vannak az egyházi iskolába beiratkozók is, tehát összesen 784 kisgyermek kezdi meg az első osztályt szeptember 1-én hétfőn. Ami az iskolák karbantartását és fejlesztését illeti, igyekeztünk arról is gondoskodni, hogy megfelelő színvonalon műszaki állapotú épületekben kezdhessék meg a tanulmányaikat a gyerekek. A nyár folyamán 90 millió forint értékben végeztünk karbantartást az iskoláinkban, de emellett számos nagyobb fejlesztési programot is viszünk. Most folyamatban is van néhány, engedjék meg, hogy erre kitérjek. Tehát a 90 milliós karbantartás mellett fejlesztés zajlik az Zrínyi Miklós általános iskolánkban, egy energetikai korszerűsítés, KEOP pályázaton szereztük a pénzt, több mint 260 millió forintból valósul meg az épület korszerűsítése. Megvalósult a Bartók Béla Művészeti Iskola és egyéb intézmények által használt Pesti út 80 szám alatti épületünknek a energetika felújítása és hát a homlokzati szigetelése és festése. Azt hiszem, hogy egy igényes és szép felújítás zajlott le,
még most is ugye folyamatban van, a nevelési tanácsadót is fogja érinteni egyébként, ami mellette van, és így azt gondolom, hogy az épület együttes tényleg egy minőségi változáson megy keresztül. Mellette egyébként az energetikába is beavatkoztunk, új kazánt alakítunk ki, és hát a hőszigetelés is jelentősen fogja csökkenteni az energiaszámlát. Mellette egyébként az egész épület tömb, mondhatom, hogy megújul, hiszen a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium is jelenleg felújítás alatt áll, szintén a KEOP pályázaton belül, ott is egy komoly 100 millió forintot meghaladó beruházás zajlik ezekben a napokban. Egy másik egyházi intézményt is hagy emeljek ki, a Podmajecki János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, szintén KEOP pályázat keretében szintén felújítás alatt áll, tehát ez az intézmény is megújul szeptember végéig. Mellette egyébként az intézményeknek a felújítása, a kisebb beavatkozások is folyamatosok voltak, tehát ha összeadom ezeket a számokat, a beruházási főszegeket, akkor az iskolákra több mint 500 millió forintot költ a kerület, vagy az önkormányzat, vagy pedig az egyházi fenntartók, hogy megfelelő színvonalon tudjanak működni. Az óvodákra térjek át, az óvodákban is nagyon szép számok vannak, 20 feladatellátási helyen, összesen 15 óvodában, 102 csoportban, 2578 kisgyermek kezdi meg a nevelési évet. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kiemelkedő és jó adat Budapest kerületei között. Itt is nagyon jelentős munkát végeztek a műszaki szakembereink a nyár folyamán. Karbantartásban, a tervszerű karbantartásban 110 millió forintot költöttünk az épületekre, az óvodaépületekre, és a fejlesztések tekintetében hagy emeljem ki a helikopter óvodában zajló beruházást, ami egy emelet ráépítéssel történő bővítés, ami 216 millió forintból valósul meg. Itt három új csoportszobával bővül az óvoda, sószoba is lesz, lift is lesz, új parkolóhelyek, ezek napokon belül átadásra kerülnek. Mellette a Piroska óvodát is energetikai korszerűsítésben próbáljuk javítani, ablakcserék zajlanak, és fejeződtek is be talán most már. Amellett, hogy az óvodákat is fejlesztettük, mellette azért még hozzáteszem a Gólyafészek bölcsőde, új épületszárnyal történő bővítése is befejeződött, az átadás itt is napokon belül megtörténhet. Ennyit az iskolákról és az óvodákról, illetve az iskola kezdésről. Más egyéb folyamatban lévő beruházások is vannak. Ha csak a magas építést nézem, még most is zajlik, és két hét múlva végre készen vagyunk a Diadal úti új Rákoscsaba újtelepi felnőtt orvosi rendelővel. Ide fognak átköltözni majd a Naplás úti rendelőből a felnőtt házi orvosok. Ők tehát nagyjából két-három héten belül birtokba vehetik ezt az épületet, és akkor hozzá láthatunk a Naplás úti rendelő komplex felújításához, miután megörült az épület. Itt a gyermekorvosi rendelő lesz kialakítva egy jóval nagyobb területen, mint eddig, és itt is külső-belső korszerűsítés fog megtörténni. Ami még a magas építés tekintetében az előkészítési stádiumban van, azért hadd szóljak erről, ilyen például a sportcsarnok. Ott a nyár folyamán, a nyári szünetben megkaptuk az építési engedélyt, tehát most már jogerős építési engedélyünk van a sportcsarnok épületére, ami nagyon komoly dolog, nagyon komoly előkészítettségi státuszt jelent. Reményeink szerint hamarosan a kormánydöntés és a támogatási szerződés is megszületik, hogy a munkákat jövőre elkezdhessük. Szintén az építés engedélyezési fázisban van a PCD út 190 szám alatti orvosi rendelő liftjének kialakítása. Ha megkapjuk az építés engedélyt, itt is azonnal elkezdjük a munkát. A Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a Balassi Bálint Gimnázium tekintetében is terveinket elkészítettük. Gyakorlatilag azt várjuk, hogy a KEOP pályázati programból pályázati forrás nyerjünk ezekre az épületekre, és akkor itt is megvalósulhatnak a fejlesztések, de ezek idén nyilván már az őszben nem férnek bele, csak maximum jövőre. Ugyanez igaz a Mákvirág óvodára is. Tehát itt az előkészítettség státusza ez. A mélyépítésre agytérjek át, megvalósult egy jelentős, ugye közel 450 millió forintos beruházás útépítési program, amely részben ugye a 7-es körzetet érintette, a Nagy Anikó körzetét, több utcát is, de a Batonya utca is ide tartozik, illetve a csapadék csatorna is megépült most már a Lőrinci úton, tehát ez egy nagyon
szép beruházás, most zártuk le az utakat. A bitumen permetes programban is most történt meg az utak zárása, Muránykő Cséplő utcában, a Pajta utcában, a 26. és a 29. utcában, illetve az összekötő út egy rövidebb szakaszán valósult meg a földutak javítása bitumen permetes technológiával. A mélyépítésben majd nagyobb programot jelent a Ferihegyi út meghosszabbításának második üteme. Erről a hírhozó részletesen beszámolt, jelenleg is még van folyamatban lévő kisajátítás a második ütemet tekintve. Egyébként mindennel készen vagyunk, tehát van feltételes építési engedélyünk a második szakaszra, ami azonnal hatályba lép, hogyha a tulajdonjog kérdése letisztázódik, és abban a pillanatban meg is fogjuk kezdeni a munkát, ahogy a földhivatal a tulajdonunkat bejegyezte, és az erdőhatóság is ezt szentesítette már, ami ugye a szükséges fakivágást illeti. Tehát gyakorlatilag a hatóságok kezében vagyunk, mi mindennel elkészültünk, és nagyon remélem, hogy az engedélyeket rövid időn belül meg fogjuk kapni. Zajlik egyébként a Szentvíz csatorna hálózat fejlesztése is, Rákoshegyen és Rákoscsabán is elkezdődött munka. Elkezdődött a munka Rákoskerten már ugye 90% fölött áll a beruházás státusza. Egy picit hagy szóljak az útfelújításokról is, itt a főváros érintő témák ezek. Most szeptember 3-án a Rákoshegyiek készüljenek, mert 10 napon keresztül nagyon nehéz lesz közlekedni a Baross utcán, mondhatni lehetetlen, ugyanis elkezdődik a Baross utcának a burkolat cseréje, ami 10 napig részleges vagy teljes útlezárással is járhat együtt. Ez azt jelenti, hogy a forgalma Lőrinci útra kell, hogy terülődjön, illetve ahol lehet ott az új Ferihegyi útra. Tehát lényeg, hogy szeptember 3-ától kezdődően 10 napon keresztül Baross utca göröngyös burkolatát sikerül kicserélni. A BKK-val ebben állapodtunk meg. Sokan kérdezik a Csaba-Gyöngye út felújítását. Virág Mihály képviselőtársam is sokszor emlegeti. Több éve várjuk ezt. Ez idén megkezdődhet. A közbeszerzés zajlik ott. A tervek elkészültek, jogerősek. Ott egy komoly csapadékvíz elvezetési feladat van még egyébként, ezért is húzódott a dolog, most ez is már engedélyes stádiumban van, tehát ott ősszel elkezdődik a munka, de a volumene miatt ez 15 tavaszán fejeződhet csak be. Még szólnék a 2015-re esedékes két olyan útfelújításról, ami kerékpárút fejlesztést is jelent. Ezt is sokan kérdezik, mikor lesz kerékpáros kapcsolatunk a 16. kerülettel. Ez 2015-ben megvalósulhat. A Bökényföldi út felújítása 2015-ben fog megtörténni, amely mellett egy önálló kerékpárutat fognak építeni. Tehát ez azt jelenti majd, hogy a Cinkotai úttól el lehet jutni egészen a Veres Péter útig, úgy vagy az Újszász utcáig, és így be tudunk kapcsolódni a városi kerékpáros vérkeringésbe, ami azért egy örvendetes fejlemény. A Cinkotai út folytatásánál Cinkota felé is tervezik a kerékpárutat, csak ott idegen területet érint és kisajátítás van. Ezért ott szerintem csak, vagy a BKK álláspontja szerint csak 2016-ban épült ki teljesen a kerékpárutas kapcsolat, és mellette természetesen a burkolatcsere is megtörténik a közutakon. Fontos azt elmondani, hogy a kerületben a BKK új jegy és bérletárosító automatákat helyezett el. A Kisutcai megállónál már ott van és működik, a Kucorgó téren és a Csaba vezértéren is van már bérlet és jegyautomata. Ugye itt a Városközpont főterén még pavilonból árusítják a jegyeket. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy ez a program folytatódik. Rákosligeten a Hősök terén lesz jegy és bérletautomata. Diadalút Naplás sarkán, Rákoscsaba új telepen, a Rákoshegyi vasútállomásnál lesz, és végül majd Keresztúron is lesz még egy jegy- és bérletautomata, ami azért egy egészen új és minőségi változás jelent, sorállásoknak a megspórolását ebben a szegmensben. Nagy kérdés még szintén a buszvárók ügye, itt ugye hosszú évek óta ostromoljuk a BKK-t, most végre engedélyt kaptunk néhány neuralgikus helyen saját felépítmények kihelyezésére, ami azt jelenti, hogy helikopterlakóparkban, Rákoshegyen, meg ott, ahol még nagyon-nagyon hiányzik, ott az önkormányzat saját beruházásban fog buszvárokat kialakítani. Még annyit szeretnék elmondani még mindig a közlekedésről, hogy a BKV egy hálózatfejlesztési koncepciót kitett honlapjára, BKK,
és ennek a koncepciónak a társadalmi vitáját megkezdte. A társadalmi vita arról szól, hogy még nyitva a kérdés, el lehet mindenkinek a véleményét mondani, és jó irányba formálni a javaslatot. A javaslatban van számos támogatható elem, vannak kevésbé támogatható elemek, csak néhányat hagyom emeljek ki, ami kérésünkre került be. Például az Akadémia Újtelep fejlesztése abba az irányba, hogy onnan is lehessen közvetlenül az Eötvözértérre, a 2-es metróhoz közvetlen buszkapcsolatot kapni. A mi kérésünkre került be a Bajcsy-Zsilinszky kórház közvetlen autóbuszos elérhetősége. Ez is azt gondolom, hogy fontos fejlesztés, és természetesen a mi kérésünk az is, hogy a Rákoscsaba vasúti állomás mellett kialakult buszfordulót végre vegyék használatba, és oda busz menjen le. Na nem annyi, amennyit a tervezet tartalmaz, mert szerintünk egy picit ez sok, de viszont legyen kihasználva is egyfajta alternatíva képződjön itt a vasúti irányba. Úgyhogy ez is folyamatban van, a vita még szeptember 3-áig meg lesz hosszabbítva, tehát még további vélemények jöhetnek, és a BKK ezeket igyekszik figyelembe venni. Még egy utolsó gondolat a fejlesztésekről, a térfigyelő kamerarendszer ügyében közbeszerzési eljárást előkészítettük. A bevezető utak mentén a kamerákat az eljárás végén el fogjuk helyezni, szeptember végén, október közepéig bezárólag, és ezek a kamerák azt gondolom, hogy egy komoly biztonságot és védelmet is fognak adni majd a kerületnek a bűnelkövetőkkel szemben, és erre egyébként most egy előterjesztést is készítettünk a szükséges forrás, anyagi forrás biztosítása érdekében. Egy utolsó szó még a kampányról. Kérem a jelenlévő pártokat és szervezeteket, hogy sportszerűen kampányoljanak az önkormányzati választási kampányban. Mi a magunk részéről ezt ígértük, és ezt is tartjuk be. Úgy látom, hogy ennek még nem mindenki sikerült, ezt nem mindenki tudta még teljesen, úgymond a maga számára átlényegíteni. Nagyon örülnék, hogyha minden párt szervezet, különösen a magukat baloldali pártnak nevező szervezetek is a korrekt és hazugságmentes kampányban lennének érdekeltek, mi a magunk részéről ezt szeretnénk kérni, ezt is tartjuk helyesnek. És ahogy ez egyébként Rákos mentén mindig is szokás volt, az őszi önkormányzati választások sárdobálosoktól és hazugságoktól mentesen szoktak zajlani, ezt kérnénk mindenkitől, mi is ezt fogjuk követni, és mindenkinek sportszerű küzdelmet kívánok a képviselőtestületben. Köszönöm szépen a figyelmüket!